ennyi bevezető után most megkérem a Fülemüle népdarkört, hogy adják elő a két csokrokat, és még egyet? Tehát akkor a köröst adás. Egy, de annyi lesz, hogy a kettőben. És a Ladányi népdalkör elfoglalja helyét, addig néhány gondolatok róluk. A Körösladányi Fülemüle népdalkör 2011-ben ünnepelt 20. születésnapját. A 23 év alatt a minősítőkön és fesztiválokon való részvételért szebbnél szebb sikereket, aranyosabb díjakat kaptak munkájuk elismerését. A szakma számára hamar ismertek és elfogadottak lettek, és a közönség is nagyon megkedvelte a fiatalos lendületű énekkart. A csoport sokszor aranypálva díjjal, rádió és tévéfelvétellel rendelt. Sokszoros aranypálva díjjal, rádió és tévéfelvétellel rendelkedik. Szívükön viselik a népzenei kultúra átörökítését, ezért a soraikban mindig lehet látni gyerekeket, akiket sikerül a népzene rajongóivá tenni. Több generációs felnőtt a nagymúltú együttesben, akik az ország különböző pontjain folytatják küzdelmüket a népi kultúra fennmaradásáért. Áldozatos munkájukért 2003-ban városunk önkormányzata Körösladány kultúrájáért díjjal tüntette ki az énekkart. Ugyancsak 2003-ban a Magyar Kultúra Alapítvány támogatásával a Benelux államokban működő luxemburgi székhelyű Munkácsi Egyesület meghívására a Szent István napi ünnepségen szerepeltek. A Fülemüle énekkar tagja a Sárréd 100 tagú együttesének. Szintén 2003-ban megkapták a Békés megye kultúrájáért kitüntető címet, majd néhány évvel ezelőtt a megyei Prima Primissa díj birtokosai lettek. Munkájukat autentikusság és a népzene iránti alázat jellemzi. A mai műsorokban Körösladányi népdalcsokrot mutatnak be. Vezetőjük Marton Lászlóné. Keres, mert a suszter mind részeg.
mérges, mind megissza, amit keres. Felültem a kemencére, reikett a szoknyám széle. Jaj, 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 a szoknyám széle, megnél ides anyám érte. Jaj, 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 a szoknyám széle, megnél ides anyám érte. A nagy utcán végig menni nem merek, mert azt mondják, fekete gyász viselek. Fekete gyászó, fehér a zsebkendőm, Juhász Bojtár volt az első szeretőm. Lassan kocsis, hogy a kocsi ne rázzon, hogy a babám gyönge szíve ne fájjon. Nincs az útban sem patika, sem orvos, jókor gyógyít, nem aladányi orvos. Édesanyám, adja ki a jussomat, még az éjjel kimulatom magamat. Úgy sincs nékem senkim e nagy világon, temetőben nyugszik a boldogságom. Úgy sincs nékem senkim e nagy világon, temetőben nyugszik a boldogságom. Agulyások bőgatyába járnak, azok élik világukat, akik ketten hálnak. Lám én szegény szolgaregény, csak egyedül hálok, akár mellett lakogatok, csak falat találok. Mindenkinek van magája, csak én nékem nincsen. Kinek kettő, kinek három, nékemet sem nincsen. Ha az Isten egyet adna, jaj, remek becsülném, kezét, lábát összekötném, a füstre feltenném. Ha az Isten egyet adna, jaj, remek becsülném, kezét, lábát összekötném, a füstre feltenném. Megérett a megy a fány, érezmett a varga, lányica, hajré, hopp. Megérett a cseresznye, cseresznye, Puskás Gábor elvette, ica, hajré, hopp. Mondtam, Gábor, neved el, neved el, nem győzöm meg Niederrel, itt a hajré, hopp. Ha nem győzöd Niederrel, Niederrel, meggyőzöd szerelemmel, itt a hajré, hopp. Ha nem győzöm Niederrel, Niederrel, meggyőzöm szerelemmel, itt a hajré, hopp. Nagyon örülök neki, hogy Körösadányban ilyen népdalkör működik, és csak nem tudom megállni, hogy nem mondjam el, hogy a 90-es évek elején én szerveztem meg a Körösadányi népdalkört. Láttam a Szekhalmi, a Füzetgyarmati népdalkört, hogy milyen ügyesek, milyen jók, és engem Körösadányiként nagyon bosszantott, hogy nekünk nincs ilyen népdalkörünk. És akkor, mivel senki nem akart ezt a feladatot felvállalni, ezért szabadidőmben én szerveztem a Körösadányi népdalkört, és nagyon örülök neki.
és örülök, hogy olyan kiváló vezetője van az együttesnek, mint Marton Lászlóné, és az ő vezetésével ilyen sikereket ér el. És további sikereket kívánunk a Köröslányi Népdalkörnek.